Ebben a videóban Zrényi Miklóst, a Szigetvári Hőst szeretném bemutatni. Egyrészt azért tartom ezt fontosnak, mert mindenki Szigetvár kapcsán ismeri, amikor Szulajmán Szultán élete utolsó hadjáratát vezette Magyarország ellen. Másrészt pedig azért, hogy nézzük meg, gondolkozzunk el rajta, hogy mit taníthat Zrínyi, mint történelmi személy életének jobb vagy akár rosszabb tetteivel a mai kor emberének. Ezen tanulmány főszereplőjét kétféle megközelítésben szeretném bemutatni. Egyfelől, mint történelmi személyt életének fontosabb eseményeivel, többek között hogyan vált egy átlagos horvát főnemesi család tagjából, a magyar és osztrák birodalmi arisztokrácia legfelső köreinek tagjává. Hogyan ismerték meg vitészségét itáliai osztrák és cseh udvarok. Másfelől pedig fontosnak tartom azt, hogy a rendelkezésünkre álló információk alapján megpróbálja képet alkotni arról, hogy milyen ember is lehetett ő, és milyen döntéseket hozott a kor aktuális kihívásaira. Ezért is választottam őt, mert a videó egyik nagy célja az emberi nagyság érzékeltetése, amely inspirálólag hatott a kortársak számára, de úgy gondolom, hogy egykor embere is meríthet belőle ihletet. tanulmány a latin mondás szellemében készült, Historia est magistra vitae, vagyis a történelem az élet tanító mestere, a magyar és a világtörténelem tanulmányozásakor sokszor azt tapasztaljuk, hogy a történelem folyton megismétli önmagát. Azért van, hogy tanuljunk belőle. De hogyan tudunk tanulni belőle? Először is úgy, hogy megnézzük, milyen hibákat követtek el újra meg újra az őseink, és mi ezt hogyan tudjuk elkerülni, vagy hogyan tudjuk jobban csinálni. Sokszor Keressünk jó példákat, kimagasló egyéniségeket, nagyszerű tetteket. Ezek jó példák lehetnek akár a hétköznapi életünkben is, ha esetleg úgy döntenénk, hogy jobb életet szeretnénk, vagy jobb emberek szeretnénk lenni, akkor érdemes ezekre fókuszálni. Harmadszor pedig a mai életünkben lévő számtalan kihívás némelyikére a múltban adhattak esetleg jó válaszokat, így. Mondhatjuk azt, hogy a múlt valóban az élet tanító mestere lehet. Zrinyi Miklós 1508-ban született a mai Horvátország területén található Zrinvárában, és 1506. szeptember 7-én távozik az élők sorából a Szigetvári várért vívott ostromban. Születésének dátuma valószínűsített, nem tudjuk pontosan, Jellegzetes volt ugyanis, hogy a korszakban csak az igazán jelentős eseményekhez kapcsolódó dátumokat jegyezték le. Szrényi halálának ideje pontosan egy ilyen dátum volt. Édesapját szintén Zrényi Miklósnak hívták, ő volt a harmadik ezen a néven a családban. Édesanyja korbáviai Ilona, aki az egyik legjelentősebb horvát nemesi család sarja. Ahhoz, hogy Zrényi pályafutását, tetteit, életének komolyabb döntéseit igazán értékelni tudjuk, látni kell röviden, milyen korszakba született bele, és milyen kihívásokkal kellett szembenéznie, nem csak mint magánember, hanem mint a hazája sorsáért aggódó államférfi is. Ha néhány szóval szeretném jellemezni a korszakot, azt mondanám, Állandó háborúskodás a törökkel szemben. Egy olyan korszakban született és nevelkedett Zrínyi, melynek mindennapjait a török elleni harcok csetepaték határozták meg. Egy olyan ország részben nőtt fel, ahol az aktuális magyar uralkodó katonai pénzügyi segítségnyújtása mellett nem csak a nemességnek, nem csak a katonaságnak, hanem a helyi lakosságnak is hozzá kellett tennie a magáét az ország védelméhez. Mind anyagilag, mind lelki erőben, mind kitartásban, elszántságban, életük és vérük hullatásával is. A magyar történelem egy olyan időszakában élte az életét, ahol komoly változások zajlottak az addig megszokott életmódjukban, a társadalomban, az ország integritásában és vallásában. Hogy konkrét példákkal is megvilágítsam, amiről eddig beszéltem, nézzük, milyen volt a helyzet nem sokkal Zrínyi Miklós születése előtti időkben a horvát és balkáni területeken. A török nevét először az 1389. évi Rigómezei csatával ismerte meg Európa. Itt az egyesített európai nagyhatalmak seregei sem tudták őt legyőzni. És innentől kezdve a magyar politikai életben 350 éven keresztül aktuális és fő téma volt a török elleni védekezés kérdése. Zsigmond magyar király egy várakból álló várláncolatot hozott létre Magyarország déli határainál egészen Klisszától Brassóig. Hunyadi János a híres törökverő számtalan csatát, vívott ellenük, számtalan hadjáratot indított ellenük. Az ő kíséretében már horvát főnemeseket is találunk. Mátyás halála után pedig nehéz idők jöttek, hiszen tíz év leforgása alatt elesett Szerbia, Bosznia, majd pedig Albánia, és ezután már Szlavóniát is érték rendszeres támadások. 1476-ban és 1479-ben stájer márkig merészkedtek fel a törökök. Erről a területről összesen 20.000 hadifogóijal távoztak. 1491-ben már Erdélyben dúltak. 1492-ben a mai Szlovénia területén, egy évvel később pedig ismét a stájer területeket dúlták. Amikor ősszel vonultak vissza zsákmánnyal megrakodva, Derencsényi Imre, Bán, az akkori horvác lavón Bán, 6000 emberével megállította őket, és hiába voltak a törökök szorult helyzetben, pár százan menekültek meg ebből a horvátok. Ez is egy közép-európai tragédiának számított akkor, akárcsak Mohács, Magyarország esetén 1526-ban, illetve Rigómező Szerbia esetén 1389-ben. Az 1510-es években folyamatosan pusztították a horvát területeket, 1514-ben már a horvát királyság fővárosának számító Knint ostromolták, majd pedig a Dalmát partvidékeket. Katasztrofális volt a helyzet, hiszen úgy tűnt, hogy senki sem fogja megsegíteni, megvédeni ezt a területet, amikor Borisló Pétert nevezték ki horvát Bánnak, ő egy nagyon elszánt katona főpap volt, 1512 és 1520 között töltötte be ezt a posztot. Kisebb-nagyobb katonai sikerek visszaadták az országrész számára a reményt, Környezetében kialakult az a vitézi életforma, mely 200 évig jellegzetes volt a magyar határvidékeken. 1520-ban vesztette életét Bihács közelében egy ütközetben, akkor, amikor éppen hivatalosan béke volt a magyar királyság és az oszmán birodalom között, és ez nagyon jól ábrázolja a valós helyzetet ebben az időszakban. Egy másik jó példa arra, hogy milyen körülmények voltak ebben az időszakban. Ugye Ferdinánd királynak közigazgatási reformokat kellett bevezetni a Magyar Királyság háborús területén. Az udvar az állandó harcok közepette szervezte meg a jövedelmek beszedését, a várak és az állandó hadsereg fenntartását, és ehhez járult az itt élő nemesség kitartása, a nemtelen lakosság pénzben megfizethetetlen munkája, melyel ellátta a katonaságot, felépítette a várakat, adózott az új és a régi urainak egyaránt. Nélkülük a Habsburg uralom mit sem ért volna, de igaz, hogy a Habsburg hátország nélkül a magyar királyság a balkáni államok sorsára juthatott volna. Azt is hozzátenném még, hogy ma sokkal kisebb fennakadás képes megbénítani egy állam működését. A Mohács utáni magyar királyság mégis egy nehéz, háborús, kétséges körülmények között mégis szervezet tudott maradni, illetve újításokat is be tudott vezetni. A második fejezetben szeretnék a magyar és a horvát haza ellenfelével foglalkozni, de csak néhány adattal, például a területére, lakosságára, hadseregére vonatkozóan, és ami még fontosabb, milyen gondolatisággal, gondolkodásmóddal rendelkezett. Tehát nézzünk néhány adatot az 1510-es évekből, ami ugye első szelim időszaka, ő az oszmánok leghíresebb szultányának, Szulejmánnak a, az apja volt, illetve elődje. A magyar királyság hadseregének ö, háromszorosát tette ki az oszmán birodalom hadserege. A népessége négyszer akkora volt, mint a magyar, területe ötször akkora, a jövedelme pedig ugye a magyaroknak 250 ezer forint, és a 16. század elejére, vagyis a Mohács előtti évtizedekre már a világ egyik, ha nem a legjelentősebb birodalmává vált, az oszmán birodalomé pedig éves szinten 4-5 millió forint, veszteségeit pedig ugye a hadszintereken szinte azonnal pótolni tudta. Ezt az államalakulatot az 1300-as évek elején hozták létre, és a 16. század elejére, vagyis a Mohács előtti évtizedekre már a világ egyik, ha nem a legjelentősebb birodalmává vált, az alatvalói pedig szolgák. Minden föld a szultáné, ő adományoz, a hivatali pozíciókba és a szultán nevez ki. Az oszmánok egyik úgymond nagy találmánya a katonai és hivatali rabszolgaság, ami azt jelenti, hogy a politikai, katonai, közigazgatási elit a felemelkedését kizárólag a szultáni udvarnak köszönhette, így érte mindenre hajlandó volt és mindenre kész volt. A vallási vezetők az uralkodó ház népszerűsítői a nép körében, tehát azt is lehet mondani, hogy őket is államosították. Sajnos épp Mátyás halála idején ért el fejlődése csúcspontjára ez a birodalom. Tudni kell róluk, hogy szívesen alkalmazták a müdara taktikáját, vagyis a színlelést, ezzel igyekeztek a leendő meghódoltatott országokat megtéveszteni, hogy a törökkel való viszony bizony előnyösnek tűnhet. A világtörténelem egyik leggyorsabban felemelkedett és leghosszabb ideig fennálló állama volt, Ugye egészen 1918-ig létezett ebben a formájában. És még egy adalék arról, hogy milyen gondolatiság hatotta át a vezető réteget. Ugye a második Mehmed, aki meghódította Konstantinápolyt, és Nándor alulmaradt Hunyadi Jánossal szemben, ő törvényesítette a testvérgyilkosságokat. Az állam érdekeinek megfelelően fiaim egyike, akinek Isten a szultáni hatalmat adományozta, törvényesen ölje meg testvéreit. Így miután kiadta rendeletét, amíg csecsemő öccsét sejem zsinorral megfojtotta. Mindez a trónutódlás bevet eszköze volt a korban, hogy ne legyen anarchia, és ne legyen testvér harc egy trónváltáskor. Hozzáteszem, hogy az már más kérdés, ha egy emberségesebb országban vagyunk, a testvéreket egymás segítésére, kiegészítésére nevelik, és egy trónváltáskor ebben az esetben nem igen merülne fel az anarchia, az egymás elleni fellépések problémája. A másik nagyon jellegzetes Rendszerük volt a defsírme, vagyis a gyermekadó, melyet a török hivatalnokok néhány évente gyűjtöttek be a 7 és 14 éves fiúgyermekekből. Belőlük lettek később a szultán elit katonai alakulatának, a Janicsárságnak a tagjai, illetve a birodalom vezető hivatalnokai között is. Találkozunk olyanokkal, akik eredetileg keresztény származásúak de úgymond def sírme, adó formájában kerültek a birodalomba. A tanulmány harmadik fejezetében az Rényi Miklós korai éveit taglaltam volna. Gondolok itt az 1510-es, 1520-as, 1530-as évekre. Hogyha tudnánk róla igazából bármit is. Ennek egyik oka a forráshiány, a másik oka pedig az, hogy az édesapja élt az 1530-as évek közepéig, ő 1534-ben halt meg, és jellemző volt a korszakra, hogy a család fő gondolkodásmódja és döntései szabták meg az irányvonalat egy nemesi familia számára, esetünkben ugye ez Rényi harmadik Miklós. És amíg ő élt, a fiai nem politizálhattak, illetve cselekedhettek önállóan, és ettől eltérően. Például, ha Rényi apja a Mohácsi csatát követően Ferdinand király pártjára áll, a fiai nem esküdhettek hűséget szapolyainak, vagy éppen a töröknek. Zrényi fiatal évei miatt érdemes néhány szót ejteni Rényi Miklós apjáról, illetve azért is, mert a későbbi szigetvári várkapitány családdal kapcsolatos döntéseit az otthonról hozott minta is befolyásolta. Az első forrásunk Zrényi Miklósról 1532-ből való, amikor ő 24 éves, és egyben ez az egyetlen ismert történet, amelyben apa és fia együtt szerepelnek. Ferdinand király követének, gróf Leonard Nogarolának a naplójában maradt fenn ez a néhány sor. Május 8-án Gvozdánszk faluba jutottunk. Az öreg Zrínyi gróf értünk jött, és a várba vezetett. Tizedikén folytattuk az utunk, az urak gróf Zrényjéné reggeliztek. Az öreg gróf a fiatal Zrényjével együtt kikísért. Ezután átkeltünk az UNA folyón, melybe itt még két folyócska ömlik. Zrényi Miklós apjáról tudjuk még, hogy több királyi oklevél is dicséri, magasló érdemei miatt, amikor a hazájáért küzdött. Ez egyfelől nagyon pozitív állítás róla, és ezt a tulajdonságát majd fia is örökölni fogja. Az 1520-as évektől egyre gyakrabban hangzott el a vád, hogy lepaktált a törökkel, és adót fizetett nekik, hogy a birtokait megkíméljék. Tudjuk, hogy 1530-ban a Leibachi érsek levelet írt neki, és ebben számon kért az rényét. Ő erre azt válaszolta, hogy igazságtalanul ítélik el, nincsenek a helyzetében, hiszen segítséget sehonnan sem kapott birtokai védelmére. Így azért fizeti az adót a töröknek, mert kényszerű helyzetben van, és hogy megvédje a jobb ágyait. Azt ígérte, ha kellő támogatást kap, kész harcolni a török ellen. Azt gondolom, hogy ez egy korrekt hozzáállás, ahogy az érsek sem, úgy mi sem voltunk az ő helyében, úgyhogy ne siessünk pálcát törni felette, illetve a korszak viszonyai nem voltak olyan egyszerűek, hogy így utólag könnyedén eldönthetnénk, hogy ő jól vagy rosszul tette-e, amit tett. Egyébként a korszak arisztokratái és hasonló módon gondolkodtak. A túlélésnek ez a módozata egyáltalán nem volt szokatlan a környéken. Többen gondolták úgy ráadásul, arisztokraták, humanista gondolkodók is, hogy a törökkel való szövetség az egyetlen alternatíva a fennmaradásra. Zriny apjáról tudjuk még, hogy erős akaratú ember volt, és így módon irányította a családját. Rényről tudjuk, hogy apja halála után szakít a töröknek való adófizetés stratégiájával, felmondja a hozzájuk kötődő szerződést, és ahol csak tudja, ezen túl harcol ellenük, és másokat is harcra buzdít. És akkor felmerülhet a kérdés, hogy a szigetvári hős mennyire érthetett egyet az apja elveivel, erre már csak következtetni tudunk, de attól, hogy családi birtokok védelmét másképp oldotta meg, még tisztelte az apjának a hagyatékát és a gondolkodás módját. Erre utalás lehet a fent említett naplóbejegyzés, amikor együtt fogadják a Bécsi udvari követet, illetve az is, hogy Zrinyi az egyik fiát szintén Miklósnak nevezte el, ami azt jelentette, hogy tovább vitte az apja által bevezetett szokásokat. Zrinyi utolsó cselekedete pedig, hogy az apjától kapott kardot választotta utolsó fegyvernek 1566. szeptember 7-én, amikor elindult élete végső megmérettetésére. Apja halálát követően foglalja el a családfői pozíciót. Fivérével Jánossal és kezdetben édesanyjával az oldalán megtanult a politika útvesztőiben jól eligazodni és a saját érdekeit képviselni. Honnan tudjuk, hogy jól csinálta? Onnan, hogy el tudta kerülni például, hogy komolyabb ellenségei legyenek élete során, meg tudta oldani, hogy horvát területekről átmenti a családi birtokait a védettebb Szlavóniába, illetve Zala és Tolna megyébe. Azt gondolom, hogy hiába jó hadvezér valaki, jól ért a taktikázáshoz, kiválóan ismeri az ellenfelét, vagy sok csatát megnyert, ha nincsenek jó kapcsolatai, nem tudja jól kommunikálni a saját és a közössége érdekeit az ország vezetése felé. Egyszerűen nem tud érvényesülni, nem tud magasabb pozíciókat betölteni, és hallatni a szavát, a tapasztalatait, melyel esetleg az ország más területein is segíthetne. Hozzátenném, hogy ebben a korszakban még nem a minél nagyobb jövedelem megszerzése miatt kerültek emberek magasabb pozíciókban, mint manapság, hanem gyakran azért, mert valamiben kiemelkedően teljesítettek. Lehettek vagyonos arisztokraták, és lehettek szerényebb jövedelemmel rendelkezők. A már itt is jelen lévő érdekemberek mellett bőven voltak olyanok is, akik a hazájuk érdekeit, jólétét tartották szem előtt, magától értetődőnek vették mások szolgálatát. Forgács Ferenc, a humanista történetíró, és Esztergomi érsek írja róla, hogy ekkor Keglevics Péter horvátbán tanácsait és segítségét élvezhette. Ő egy nagyon jó példa az előbb elmondottakra, hiszen vitésségével és hazaszeretetével küzdötte fel magát a bárók közé. Ő volt ugyanis Zrinyi elődje a báni pozícióban. Mielőtt Rényi Miklós és vele együtt a családja csillaga felemelkedhetett volna a horvát végekről, nem csak a magyar, hanem a birodalmi legfelsőbb körökbe, még aláhult egy nevezetes orgyilkosság kapcsán. Maga a tett erkölcsi szempontból kifogásolható, de összességében a család a magyar királyság érdekeit szem előtt tartva királyi parancsra történt. 1539-ben Kostajnica várában Zrinyi Miklós és Fivére János meggyilkolták Hans Kacianer, egykori oszták főhat parancsnokot. Tettüket nem titkolják, és annyit írnak róla egy fennmaradt levelükben, ahogy tudták, megölték. A kortársak értetlenül álltak a dolog előtt, hiszen Kacianer az 1530-as években a horvát területek reménységének számított, több kisebb hadjáratot vezetett a török ellen. Mégis az egyik vesztes csatáját követően elmenekült a felelősségre vonás elől, és a további életét úgy képzelte el, hogy egy saját uralma alatt álló államot hoz létre horváti szlavon területekből, mely az oszmán birodalommal ápol jó viszonyt. Továbbá tervezte átadni a töröknek Kosztajnica Stubica szomszédvár erősségeket, és azt is, hogy Zrényét fogjul ejti. Mindezen szándékait nem sikerült kiviteleznie, mert Zrényi időben tudomást szerzett erről, és ugyan erkölcsi módon kifogásolhatóan, de az uralkodó egyetértésével pontot tett az ügy végére. Mindez a gyilkosság egy korszak végét is jelezte a családban, Ekkor kezd Zrényi gondolkodásmódja is megváltozni, és vele együtt az élete és a családja története is. Néhány év múlva kezd a karrierje és a családja pozíciója is felfelé ívelni, rényi vitéssége, tehetsége és érdemei okán. Ekkor születik meg a határozott döntés, a töröknek felmondják az adófizetést. Lehet ezt olyan szemszögből nézni is, hogy ez nem igazán volt érdekében hiszen a birtokai ezután közvetlen támadásnak lettek kitéve, plusz terhet vett a nyakába. Mind hadászati, mind pénzügyi, mind stratégiai szempontból. De mégis úgy gondolta, hogy megéri, a törökkel szemben nincs középút. Ha a magyar királyság földjeit akarja, a népét pedig szolgálnak, nem tűrhető meg az országban. Pedig az élet sokkal egyszerűbbnek, kevesebb kiadással járónak tűnhet az oszmánnal szövetségben, viszont azt is tudnunk kell, hogy ők a szövetséget, a támogatást hosszú távon megtévesztésnek szánták. Mindez ideig óráig működhet, szükségben, erőforrások hiány, talán nincs is más lehetőség. Viszont amikor eljön az idő, megfelelő háttérországot épített ki az ember, szövetségeseket talált, már csak a lelki is az egyenes utat diktálja. 1540-től egyik oszmán támadás a másik után következett Zrényi birtokainál. A család névadó Zrin várát is megostromolták. Viszont megvédte, cserébe két oszmán erősséget is megtámadott, illetve a városaikat is felperzselte. Nem volt nagy létszámú katonasága és tüzérsége sem. Ennek hiánya nem akadályozhatta abban, hogy bátran szembeszálljon a törökkel. Elgondolkodott, hogy kislétszámú emberével hogyan szállhatna szembe hatékonyan egy világbirodalom határvédelmi, illetve támadó alakulataival. Gyors és kíméletlen rajtaütéseket szervezett így, az üs és fus elvét követve. Olyan taktikai elvet alkalmazott, ahol egyaránt ott volt a gyors csapásokat követő visszahúzódás, a kitérés és a fortéi. Tehát Zrínyi is tudta azt, hogy a valódi fegyver nem az, ami a kezünkben, hanem ami a fejünkben van. Hunyadi János neve után a török Zrínyi nevét is megismeri. Az 1540. évi támadások következménye, hogy több főnemes szembesült azzal a ténnyel, hogy a váraik megvédése bizony óriási anyagi költségeket emésztenek fel. Így többen felajánlották néhány várukat, köztük Zrényi és a királynak, hogy védje meg őket. Később Ferdinánd király ezekből a várakból hozza létre Magyarországon a kettős végvárrendszert, mely utóbb nagyszerű találmánynak bizonyul a törökkel szemben. Ahogy fentebb említettem, tisztelte apja családfői tevékenységét, így a birtok gyarapításokat is folytatta. Tudnunk kell, hogy a 15-16. századi magyar királyságban mindenkinek akkora hatalma volt, amennyit a birtokai értek. Bevétel ugyanis ezekből származott, amiből gyakran az egyes tisztségviselők, mint mondjuk a bánok vagy a vajdák, a saját katonáik, puskaporuk és hat felszerelésük fizették. Tehát a magánbirtok ebben az időben egyúttal állami feladatok szolgálatában is állt. Nehéz lenne csak elítélően szemlélni ezt a fajta tevékenységet. A korszak forrásaiban rendszeresek a magánbirtokosok egymás elleni háborúi, és rényiek sem voltak kivételek ez alól. Így tett Zrényi János is 1539. augusztusában, amikor a zágrábi püspök Gradeci birtokait ment elfoglalni. Megtévesztő taktikában nem volt hiány, ám a püspök felmentő seregei megakadályozták a terület elfoglalását. Cserébe János felgyújtott és kirabolt hét falut, 2000 szarvasmarhát zsákmányolt, végül az ő seregét is szétverték, és maga is megfutamodott. 1541-ben Ferdinánd kibékíti az ellenfeleket, aminek épideje volt, hiszen Szulajmán újabb magyarországi hadjáratában csellel beveszi Budát. Erre válaszul, következő évben expedíciós hadsereg indul 50 ezer katonával a birodalom szervezésében Buda visszavételére, a török kiűzésére, sőt Nándorfehérvár felmentésére. Szépen és jól hangzó tervek, és dicséretes igyekezet volt mindebben, csak ebben az időben még nem voltak reálisak. Maga a hagyjára teljes kudarcba fulladt, de ha lehet úgy mondani, egyetlen győztes ez Rinyi volt, aki megmutatta a vitésségét. A Pest északi oldalánál csapdába eső pápai sereget megmentette, és megfordította az ütközet menetét, megbontott és elfárasztott ellenségeket kardjokkal vágni és ölni kezdték. Minden hadi, mindezen haditettével már nem csak a horvát végeken tudtak a benne levő katonai potenciáról, hanem megismerték a bécsi, bajor és itáliai udvarokban is. Az uralkodó elismeréseképpen kinevezi Horvátország és Szlavónia élére, határozatlan időre, ahogy az oklevél fogalmaz katonai képességei és vitézi érdemei okán. 1542 tanulsága mindenképp az, hogy az oszmánok kiűzésére most még kicsi az esély. Elhúzódó háborúra kell berendezkedni, illetve Bécsből nem tudnak sikeres hadjáratot szervezni, mondjuk Buda ellen. A nyugati hadászat egyébként a 17. század közepéig jelentős hátrányban lesz az oszmán birodalom logisztikai, utánpótlási, mozgósítási szakértelmével szemben. Zrényi 34 éves volt a báni kinevezésekor, és egészen 1556-ig viselte ezt a tisztséget. Három szempontból is szokatlan az ő báni időszaka. Egyrészt 14 évig volt horvát lavon bán, ami az elődei átlagosan két és fél éves időszakához képest meglehetősen hosszú idő. A másik úgymond furcsaság, hogy neve egybefolt a tisztségével, ami nagyon nem volt jellemző a korban. Gondoljunk csak például Hunyadi János törökverőre, akire egyáltalán nem erdélyi vajdaként emlékezünk, vagy Zrényi hetedik Miklósra, a szigetvári hős dédunokájára, aki Somogy vármegye főispánja is volt egyben, vagy Istvánfi Miklós történetíró, aki, akit a magyar Liviusnak is neveznek, egyben az alnádori pozíciót is megszerezte, vagy a híres fekete bégre, akiktől, akitől a törökök szintén tartottak, Nádasdi Ferencre, aki Vas vármegye főispánya is volt. Visszaadja az Rényi a hivatal tekintélyét, ami a harmadik furcsaság, katonai és politikai sikereivel. Szulajmán nem hagyja rényit elkényelmesedni, 1543-ban újabb hadjárattal érkezett Magyarországra, és itt a célja már az ország elfoglalása volt. Nyár közepén megszerzi Valpót, a lakosság tömegesen menekül nyugatra. Aztán elesik Pécs, Székesfehérvár és Esztergom a király már Bécs előterében vonja össze a csapatait. Igazából nem tudjuk, hogy a szultán hadjáratának valóban Bécs volt-e a végső célja, vagy ez is csak egyike volt a megtévesztő taktikáinak. Minden esetre a hadjárat legnagyobb sikere ismét Zrényihez köthető. A Balaton felvidéken törbecsolta a fosztogató tatárokat, és három ezret lemészárolt közülük. Nem az első, és nem is az utolsó eset, hogy remek ötleteket, taktikákat alkalmaz a nyomasztó fölényben lévő ellenséggel szemben. Mi egyébként, amikor maga vezette a hadait, nem vesztett csatát, viszont amikor Wildenstein főhadparancsnokkal ketten irányítottak, 1546-ban volt egy vereségük. Varasd vármegye kirablását igyekeztek megakadályozni, a probléma az volt, hogy sűrű erdőben vették körbe őket, ahol az ellenség nem spórolt a lövedékkel, a hadrend felbomlott, a katonák pedig menekültek. Zrényi igen jó lovon ülvén, és az övéinek futását meg akarná állítani, megsebesülvén a ló alatta, a szomszéd helyben levő konszka várába kényszerítettek beszaladni. És mikoron az lova az űző töröktől, már mély sebbel a vékonyánál megökleltetett, és annál inkább elerőtlenedvén, a vár hídján leroskadott volna, gyalog megmenekedvén az várba bevétetik. Jelentős volt ez a győzelem a törökök szemében, hiszen komoly híre volt már köztük Zrínyinek. Az ezt követő állandó harcokban Zrínyi több alkalommal is kitüntette magát bátorságával, volt, hogy párbajozott nagy hírű ellenfeleivel, például 1554-ben a boszniai pasával. Az 1550-es évektől hamarosan Szigetvárral is szorosabb kapcsolatba kerül, mely ekkor Dél-Dunántúl legfontosabb erősségének számított. Srényi szemében azért is kiemelkedően fontos még, mert amíg a vár magyar kézen volt, Szlavóniában sem lehetett büntetlenül előre törnie a töröknek. A dráván átkelve a szigetvári vitézek könnyűszerrel hátba támadták a boszniai és pozsegai szandzsákságok katonáit. Sziget védőinek hősiessége ellenére a vár mind gyakrabban szorult, az rényém vezette szlavon csapatok segítségére. Mielőtt még Szigetvár élére nevezi ki az uralkodó, egy komolyabb török ostrom alatt felmenti 1556-ban. Ali Budai Pasa ezévi hadjáratának célja Sziget és ezáltal egész Dél-Dunántúl elfoglalása volt. Bekerítette és Ostrommal az erősséget. A magyar hadvezetés Nádasdi Tamás Nádor és Zrinyi Miklós vezetésével furfanggal reagált. A közeli török kézen lévő babócsa várát kezdik el ostromolni, hogy elcsalják a törököket. A terv bevált, Ali utánuk sietett, és a két sereg egy vizenyős területen találkozott. Mindenképp meg akarták akadályozni, hogy az oszmán fősereg átkeljen a helyi patakon, mert ezt a feladatot Zrényi vállalta magára. Maga az összecsapás egy napig tartott, mi alatt kilőtték alóla a lovát, majd aranyszínű öltözékét is eltalálták, de ő csak küzdött tovább. A babócsai összecsapás azért jelentős, mert a mohács óta eltelt három évtized legnagyobb győzelmét aratták. Adásul megakadályozták egy oszmán hadjárat sikerét. Felmentették Dél-Dunántúl kulcsát, és reményt adott ez a magyarságnak, hogy ezentúl kezdeményezhetnek is, nem mindig csak védekezni kényszerülnek. Ezután Ferdinánd megkéri, Zrényi Miklósról úgy, mint jó kalauzról és serény hadnagynak, megparancsoltatik, hogy az ő népével a seregek előtt menjen, az németeket tanácsal és kézzel is segítse. Viszont a szigetvári győzelemmel egy időben a török elfoglalt két unamenti várat. Tehát egyszerre nem tudtak két fronton védekezni a magyar-osztrák erők. Zrényi ez év végén önként leköszön 14 év után a horvát-báni tisztéről. Kérdemes néhány szót szólni a báni tevékenységének mérlegéről, hiszen ez is jelentős. Először is ez egy presztízsét vesztett tisztség volt, ahol előtte átlagosan két és fél évig szolgált egy-egy vezető. Sokszor kilátástalan helyzetben, állandó hadjáratok, ostromok, csetepaték közepette próbálta a védekezést szervezni. A hadászati kiadások nagy összegűek voltak osztrák stájer segítséggel és állandó pénzhiányjal küzdködött. Sőt, volt, hogy a kamara tartozott Zrinyinek egy nagyobb összeggel. A katonai védelme szervezetlen és hatástalan volt a területnek, Zrínyi fogja ezt megszervezni, modernizálni az erődöket, újakat építtetni, és létrehozza az első kapitányságot. A báni méltóságot Zrényi katonai és politikai sikerei állítják helyre. Elődeitől eltérően hatékonyabban tudta képviselni az udvarban a tartománya érdekeit. Egy olyan tartományból, ami még nehezebb helyzetben volt, mint a királyi Magyarország, a drávát átlépve emberei élén segítséget tudott nyújtani több ízben is más vároknak. Ráadásul a és irodalmi emlékezetben Zrinyi Bán rettenthetetlen katonaként jelenik meg, akiért a katonái tűzbe mennek, és akinek az ellenség rettegte a nevét. Ez egy végvári vitéz számára a legnagyobb dicséret. Miért mondott le egy olyan vezető mégis, akit ennyire tiszteltek, és igazán szolgálni tudta a bánságát? A későbbi tevékenysége alapján úgy látszik, hogy más módon kívánta szolgálni a család és a hazai érdekeit. Katonai szolgálataiért házassági szerződések révén egy sor Dunántúli birtokot szerzett, és itt akarta kiépíteni a birtok központot, ezentúl ezek védelmére koncentrált, ehhez pedig a báni tisztség már inkább visszahúzta volna, tehát az új, úgymond főhadi szállása a Dunán túl lett. Illetve Zrinyé már nem csak tartományi, hanem országos szinten is jelentős szereplő kívánt lenni. 1557-től már a királyi tárnokmester címet viseli, vagyis országos szinten a harmadik főember. Nem csak egy cím volt ez számára, hanem részt vett a peresügyek megvitatásában is, az ő idején állandósul maga az intézmény. Tehát komolyan veszi ezt a feladatát is, nem csak katonai, közigazgatási feladatokban ismeri ki jól magát, hanem az igazságszolgáltatás feladataiba is beletanul.